A Lókötők Lovas Szabadidő Sportegyesület tagjai, illetve elnöke, vezetője vendégünk. Jó estét kívánunk, és azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes örömhírrel folytatjuk, hiszen a Nemzeti Vágtába bekerültek a megyei lovasok. Ez legalábbis laikusként úgy gondolom, hogy egy nagy dolog. Nem tudom, hogy hogy élik meg ezt a dolgot az egyesületben. Jó estét kívánok! Nagyon nagy öröm számunkra, hogy részt vehetünk a 11. Nemzeti Vágtán. Hogy úgy mondjam, már folyamatosan, évről évre sikerül szerepelnünk. Most az éven is 2 lovasunk fog részt venni a Vágta futamain, amelyet Szabolcs megyéből különböző okok miatt most sajnos csak mi 2 tudjuk képviselni, mivel ugye ebben az évben a nyírségi vágta elmaradt, és több lovas is nem tudta megoldani azt a dolgot, hogy távolabb eső vágta futamokra elvigye a lovait, vagy a versenyzőit, ezért maradtunk aránylag így kevesen. Ez most gyakorlatilag az esélyeket, hogy is mondjam, tehát a megyei esélyeket, akkor ezek szerint növeli, ugye? Hiszen legalábbis itt a megyéből nincs rivális. Magán a vágtán nincs már Budapesten, de voltak a megyéből lovasok ezeken a rendezvényeken is, ahol mi voltunk, és sajnos, azt tudom mondani, hogy sajnos nem jutottak tovább ezekről az országos döntőbe. Mi pedig 3 vágtán vettünk részt, összesen, ami időbe is, energiába is elég sok volt. A Sarkadon első bementünk, ott még nem tudtunk tovább jutni, viszont Tiszafüreden és Kecskeméten mindkét lovas a döntőbe 2. helyezést ért el, és ezzel kvalifikáltuk magunkat az országos döntőbe. Maga a felkészülés hogyan zajlik most kifejezetten a Nemzeti Vágtára? A 7 napjából 6 napot lovagolunk, ami rengeteg munka, ebben van saját pályánk, van pályamunka, és kimenjünk a határba, lovagolunk bármerre, legelőn, csak az a lényege, hogy mozogjanak a lovak. Ez napi 3-4 órószert vesz igénybe, úgy a lovast, úgy a lovat. Gyakorlatilag ezt szinte főállásban is lehetne művelni, de hát gondolom, hogy azért emellett tehát mindketten valamilyen civil polgári foglalkozással is bírtok. Milyenek a lovak? Úgy egy kicsit őket is mutassuk be, ugye nem tudtuk őket elhozni a stúdióba, akik majd ezen a megmérettetésen részt vesznek. Én egy 10 éves magyar sportlovon fogok lovagolni, ő Csipkének hívják. Ő idén megy először versenyre, még eddig az élete folyamán nem versenyzett. Tavaly került hozzánk, eddig tenyészkancaként élte mindennapjait. Csaba lovagolta be az idei évben, és úgy gondoljuk, hogy egész jó képességei vannak ehhez a versenyhez. Nagyon türelmes, kitartó és együttműködő, és reméljük, hogy legalább a középdöntőig eljutunk vele. Ez nagyon érdekes, izgalmas dolog lehet, amikor ugye egy lovas gyakorlatilag meglátja a lehetőséget magában a lóban, de attól kezdve, hogy mondjuk észreveszitek, hogy lehet belőle bármi, ugye még nagyon hosszú az út. Vannak holtpontok, amikor esetleg a ló nem hozza azt az eredményt, vagy úgy tűnik, hogy mégsem sikerül valamilyen eredményt elérni vele? És olyankor mondjuk mi a teendő? Vannak, már úgy mondom, hogy vannak összehasonlítás tapasztalatunk, ami tudjuk azt, hogy egy ilyen vágtára agyilag a ló legyen rembe, szerkezetileg, fizikailag. Ha úgy lássuk, hogy nem jó, akkor megpróbálunk lovat cserélni.
mert egy lóval elindul egy vágtán, nem lehet, mindig kell lenni egy cserelónak. Tehát van egy tartalék, mindig igen, van egy mindig kell lenni egy tartaléklónak, bármi lehet a lóval, akár sántaság, akár nem jó leszik, már az nekünk nem jó, akkor nincs kondia, és mindig van egy cseleló, amit ki tudjunk cserélni. Erika, ahhoz, hogy egy nő egy ilyen versenyen képviseltesse magát, ahhoz nyilván nagyon kitartónak kell lenni, és gondolom, hogy biztos volt valamilyen motiváció. Te mikor kezdtél lovagolni, és ki volt az, akinek a hatására végül is nyerekbe pattantál? Én nemrég kezdtem el, egy olyan 5-6 éve lovagolok. Nagypapáimnak, mind a két nagypapámnak volt lova, ők fogatosak voltak, ahogy Ibrányba költöztem, ugye napkori származású vagyok, akkor megismerkedtem Csabával és Győzővel, és gyakorlatilag amit tudok, azt nekik köszönhetem. Minden egyes alkalommal, amikor Csaba ment lovagolni, próbáltam követni, voltak kisebb-nagyobb esések, és a végén ez lett az eredménye, hogy sikerült eljutnunk most idén másodszor a nemzetire. És Csaba? Én Bújról származom, és a bújjak azt mondják, hogy hamarabb tanultam meg lovagolni, mint járni. Akkor a családban nyilván voltak lovak. Igen, nagyapám volt Bújon, még annak idején a termelőszövetkezetnél volt edző, lovas edző, és ott tanultak a több gyerekek, meg én is ott tanultam meg ő által a lovagolni. Először díjugrattam, aztán mint hobbi lovasként, és akkor, mikor Győzőhöz kerültem, akkor viszont megpróbáltuk ezt a galopp versenyzést folytatni, és akkor így. Igen, már amikor még lovagolni se tudtam, már Győző vett a galoppos lovakat, hogy próbáljunk. Igen. Tehát úgy látszik ugye, hogy ennek az egyesületnek a motorja és a kiváló szemmel és pedagógiai adottságokkal rendelkezik az Győző. Sok sikertörténetet látott azért így az elmúlt évek során? Hát hál' Istennek volt rá esélyünk, hogy ilyeneket megélhessünk együtt is. Én nagyon szeretem a lovakat, nekünk is volt a szülői háznál is pár ló. Amikor annak idején elkezdődött ez a vágta dolog, ugye itt a legelőször is Nyíregyháza lovasa, nyírségi lovas nyerte a nemzeti vágtát, de ha jól emlékszem, Nyíregyháza is, mert Suták Vanda volt. Vanda volt az első, igen, aztán volt Gajdos Zsolt, és ő is nyíregyházi származású, tehát azért itt Szabolcsban elég erős kötelékek vannak, és mi is elkezdtük ezt a sportot, ami nem kis munkával és lemondással járt, úgy munka mellett tudjuk csinálni, csak ugye mindegyen dolgozunk, tehát ez délután 4-5-6 óra körül kezdődik nyári időszakban, télen pedig, ahogy rövidebbek a napok, ugye ez mindig szűkül, meg a hétvégék természetesen, és ezeken az időkön tudjuk csinálni folyamatosan. Nagyon sok örömünk volt már benne, amellett, hogy volt nagyon sok bosszúságunk, és ugye mert ha valami mégse úgy sikerül, ahogy elterveztük, azért az ember az egy picit mindig visszalöki az előrehaladás útján, meg elkezd gondolkodni, hogy tényleg érdemes, ne csináljuk, hogy csináljuk, hogy mit rontottunk el, mit javítsunk meg jobban ki. Hát az élet erről szól. Így van. Az időnk nagyon elfogyott, az jutott eszembe, hogy a lónak is 4 lába van, ugye mégis megbotlik, de hát azért mégiscsak tovább megy. Nos, a Nemzeti Vágtára szurkolói buszok is indulnak majd. Esetleg valaki, aki most a beszélgetésünk kapcsán úgy gondolja, hogy ott a helye, van még erre lehetőség, hogy erre a buszra feljusson? Hát tudomásunk szerint szombaton indul busz még, és már nem tudom pontosan most per pillanat a létszám, hogy van. Mind a két településről jönnek, tehát Ibrányból és Tiszatelekről is, de nagyon sokan saját gépjárművel jönnek, vagy összefognak, és úgy jönnek 5-6-an. Úgyhogy reméljük, hogy nagyon sokan lesznek. Elég szép népes csapat szokott lenni Szabolcs megyéből, és bármelyik település indul, mindig segítjük egymást. Hát akkor szurkolunk lélekben a lókötők lovainak és lovasainak. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen.